Szeretném megismerni népszerű személyiségek kedvenc ételeit? Nem sokára mindenre fény derül a Fő az étel című műsorban a Vegeta segítségével. Mondani, melyik lehet Szent Martin kedvenc étele? Gombaleves. Zöldborsós csirkeragú leves. Én gondolom, hogy a gombaleves. A zöldborsós csirkeragú. Nekem húsús leves. Azt ebédeltem, mielőtt eljöttem, meg rántott csirkét. Más nem. A néni már ebédelt, én nagyon irigylem, Gyuri. Szeretettel köszöntelek téged is, a nézőket is bemutatom. Réti Györgyöt, a mesterszakácsunkat. A tárkonyos bablevesre senki nem szavazott, pedig én azt mondtam volna. Ó, hát pedig a zöldborsó leves, az itt a tavasz, és nagyon finom leves. Hát igen, próbáljuk, most nagyon úgy néz ki, hogy azt készítjük el, mert nem babot, hanem borsót látunk, úgyhogy fogj is hozzá. Így is van, már is elkezdjük. Lábosunkat föltesszük a tűzhelyre, egy kis margarint teszünk a lábosba, és egy kis pirított hagymával elindítjuk az egészet. Uh-huh. Szóljál, ma segíthetek, mert igen, itt van nálam. Igen, az ételízesítőből szórjál rá egy keveset, légy szíves. Én meg a... Ennyi jó lesz, Gyuri? Igen, légy szíves. Rá csirkére? Rá. És az aprórékot rátettem. Most feleresszük egy kis vízzel. És elhallgatott. És úgy szeretem azt a sistergő hangot. Beleteszünk egy kis tejszínt. Igen. És még egy kis tejet is. Ott tartunk, hogy kész lesz a levesünk lassan. A húsunk megpuhult, az előbb éppen megnéztem. Igen. És beletesszük a zöld borsót. Itt sajtot is látok a pulton, ebből mi lesz? Csinálunk belőle egy sajtos galuskát a levesbe, a leves betétnek. Lassan kész vagyunk, nem tudom, hogy Martin merre jár. Ez a vége lassan. Már jöhet is? Mert akkor szerintem szólítjuk és... Jó, jöhet Martin, ez a... persze kész vagyunk. Addig adok neked is, mivel jó, megbeszéltük szépen, egy terítéket, de Martin mert látom, is van már, úgyhogy köszöntelek szeretettel. Foglalj itt helyet nálunk. Érzed ezt az illatot? Ezt a csodálatos illatot? Érzem ezt a nagyon kellemes illatot, és köszönöm szépen a meghívást. Készül neked, de én ha jól tudom, akkor te hajszál hiány ott állhatnál Gyuri helyén, ez igaz? Mernél belőle egy kőgyön ilyen nagy honnálat kóstolni? De tudod, miért kérdezem? Én tudom, vendéglátó iskola, ami mögöttem áll, és én próbálkoztam tulajdonképpen vele. Hát nem mondom, hogy most sem próbálnám, tehát újra próbálnám, szoktam néha. És nem mindenféle szakot próbáltál? Hát, szakács, pincér? Igen, ez kötelező volt. Tehát végig kell menni elég. Igen, ez a 4 éves iskola az érettségével ez kötelezővé tette azt. Kevés a gyakorlat, és azért emlékszem arra, hogy egy-egy évben az a 2 hét, első fél évben 2 hét, második fél évben ez azért nem volt elég számunkra. Én sokat főzögettem akkor, tehát otthon. Hadd nyújtsam el. Ú, de gyönyörű. Köszönöm. Remélem, neked is tetszik. Szalvita is. Parancsolj. Adok egy csontos tányért is esetleg, hogyha úgy gondolom. Köszönjük szépen. Szereted egyébként a leveseket? Nagyon. Az utca embere ezt szavazta meg neked. Szerinted miért? Lehet, hogy rájöttek, hogy a borsó a kedvenced? Lehet, hogy ezért. Nem tudom. Nem tudom, nem hallhatták még, ugyanis ezt nem mondtam, de lehet, hogy leri rólam, hogy én a borsóleveset szeretem galuskálva. Hát nem tudom, de előtte beszélgettünk egy picit, és te az édességekről is igencsak, hát szerelmetesen szóltál. Nagyon szeretem a hasonlom, és nagyon szeretem az édességeket, nagyon-nagyon. Úgy, ahogy... Szerintem kezdjük is el, közben jó étvágyat kívánok én is, köszönöm szépen. Nem nagyon szoktam betartani, ha bár be kellene, de sokszor nem is tudom betartani az étkezési rendszerességet reggel, délben, este. Sokszor éjszaka tovább vagyok fönt, és aztán reggeli nem igazán, 10 órakor nem igazán veszem magamhoz, és akkor mi történik? Csak az ebéd jön, úgyhogy jó étvágyat. Akkor jó étvágyat az ebédhez. Szívesen. Köszönöm szépen. Most a szakszofonod nélkül érkeztél, sajnos, én nagyon sajnálom, de mikor láthatunk legközelebb, hol, merre? Hamarosan, május végén lesz egy koncertem, oda mindenkit szeretettel meghívok itt Budapesten. Nagyon szépen köszönjük, és remélem nagyon finom. Még egy utolsó megerősítést kérünk szépen a Gyurival, hogy ízlik, amit teszel.
én folyamatosan, én szinte nem is beszélnék, annyira ízlik ez az egész. Jó, köszönöm akkor... szépen a meghívást, ez tényleg nagyon finom volt. Hagylak is ennyi, tényleg jó étvágyat. Nézők tényleg sajnálhatják, hogy nem részesei ennek a csodának, amit a Gyuri csinált nekünk, ez a csirke raguleves tényleg fantasztikus. A receptet azonban megtalálhatják az RTV részletes műsorújságban, úgyhogy így pótolhatják a hiányosságokat, akár egy jövő szombati vagy vasárnapi ebédre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jó étvágyat az ebédhez, találkozunk egy hét múlva új sztárral és új recepttel. Viszontlátásra!